hogy ha akarjátok tudni azt, hogy a drága jó Mikola doktor, akiről viszonylag kevesen tudják, hogy a Hazafias Népfront alelnöke volt, méghozzá 1986-ban. Milyen érdekes, hogy a drága jó Mikola doktor az a mindannyiunknak a képzeteiben úgy él, mint a Horthy restaurációnak a vezér alakja. Tehát ha Mikolára gondolunk, akkor mi jut eszünkbe? A körmözés, a kardlapozás, a szingli hordás, hordázás, meg hát úgy általában a keresztény kurul, a középosztályos keresztény kurzus, nem? Tehát, hogy így ez jut eszedbe. Tehát, ezek az asszociációk. Viszonylag erős, erős ez a képzettársítás, de... De hát Mikola, jó, de Mikola jó, személyiségéhez igazodik, az jó, biztos. A társadalom többsége az ma már fideszes, ezt el lehet mondani, tehát most már valószínűleg nem igaz az, hogy a társadalom többségében ez a képzettársítás. Jó, de a társadalom, jó, de két évvel ezelőtt... fideszes többsége is ezt rendeli hozzá, maximum vonzódik ehhez, érted? Tehát most te nem, attól még nem kell ezt utálni, tehát ezek nem feltétlenül mindenki számára utálatos dolgok, a keresztény kurzus, meg a kardlapozás, meg a körmözés, jó, érted? Körmözés volt, kardlapozásról nem beszélt. Jó, de ezek is a Horthy, hogy mondjam, a Horthy évek, hogy mondjam, asszociációs köréhez tartoznak. Na most... Japánban máig körmözik a gyerekeket a japán oktatásban, és mondjuk ott császárság van konkrétan, tehát ugye az államforma igazából hozzárendelődik ezek szerint ez a dolog. Hát egy nagyon tradicionális társadalom, érted? Tehát, hogy így nem kifejezetten, persze egy másik civilizációról van szó. Minden esetre Mikola doktorral kapcsolatban, amikor ezek elhangzanak, azért vagy ezek így bárkinek is eszébe jutnak, ritkán merül fel, hogy ő valójában 1986-ban, ismétlem, tehát 21 évvel ezelőtt a Hazafias Népfront alelnöke volt, tehát nem is akár mekkora ember. Tehát ez így viszonylag ritkán merül fel ő vele kapcsolatban, tehát ő az egészségügy őrangyalaként a hagyományos értelemben vett középosztályos társadalomnak a megtestesítőjeként. Nem szokták a fideszesek. Érdekes módon. Furcsa szelekció és kettős mérce, de a Mikolának a jellemzéséből kihagytad a legjobbat. Amikor Mikola arról értekezett valami Fidesz kongresszuson, hogy azért kell megadni a kettős állampolgárságot a határon túli magyaroknak, nem azért, hogy segítsük őket, meg hogy támogassuk őket, meg az összes ilyen nemzeti katyvasztő elfelejtette, azt mondta, hogy ha megkapják a kettős állampolgárságot, és tudnak majd szavazni, az bebiztosítja a jobb oldalnak a többségét. Mondod, hogy 2016-ig, vagy valami ilyesmi, semmi gond nem lesz itt ebben az országban, vagy valami ilyesmit mondott, hogyha jól emlékszem. Bár különben ez érdekes, ez az okfejtés, mert ugye Erdélyben az ottani magyar kisebbség azért 90-95%-ban a mögé, az RMDS mögé tömörül, amelyik szemben áll a Fidesz által támogatott tőkésféle polgári kezdeményezéssel. Tehát még olyan egyértelműre szerintem nem lehetne venni, hogy az az erdélyi kisebbség az átszavazna a Fideszre, de minden esetre ő élt ezzel az érvel, ez teljesen nyilvánvalóan hozzárendelte a Fidesz szavazótáborához mindazokat, akik esetleg kettős állampolgárságot kapnának és szavazhatnának. Tehát így direkt be, így hozzárendelte. Ja, és hozzácsapta. Legalább láttuk a politikai ember, pármillió ember véleményét ő így megfogalmazta egy ilyen félmondatban. Igen, mert ugye... Hát igen, ezt tudjuk. De vajon ezt miért tette? Tehát úgy gondolta, hogy nem elég meggyőző a fideszes tábornak az, hogy fontos megadni ezeknek az embereknek, ez kárpótlás, ugye, hát Trianon, ez a magyarság minimum. Ez a magyarság minimum, az azt gondolta, hogy ez kevés, ide kell egy erős politikai érv. Ha megvan a kettős állampolgárság, akkor hatalmon vagyunk 2016-ig. Mindent bele, küzdjünk ezért. Hát igen, tehát, de ez le is leplezte egyébként a Fidesz jobboldaliságának, vagy a Fidesz népben, nemzetben gondolkodásának az álságosságát. Jó, ez a kijelentése. Most ezt a Fideszre ne általánosítsuk, de egy biztos, hogy hát több volt, mint szerencsétlen megfogalmazás ez a Mikolának. De annyira bírom ezt a kifejezést, hogy szerencsétlen. Ezt mindig úgy annyira szeretem, amikor újra meg újra hallom ezt a kifejezést, hogy szerencsétlen. Mint hogyha az a szerencse kérdése lenne, hogy valaki mit mond. Tehát, hogy mint hogyha így forgatnának ilyenkor egy ilyen szerencsekereket, és hogyha a szerencsekerék a Mikola fejében úgy kattan ki a végén, hogy akkor kijön az, hogy hát szingli horda. És akkor hát ez egy szerencsétlen helyzet, mert hogy azt mondta. De hát,
jól tudom, ez nem a szerencsén múlik. Tehát, hogy amit mondunk, az minősít minket. Így nem szerencse kérdése. Tehát így földobunk előtte egy pénzt, és azt mondjuk, ami kijön, vagy hogy van ez? Jó, mondjuk a szingli horda esetében szerintem konkrétan mondjuk egy olyan társadalmi jelenségre akart reflektálni, ami mondjuk egy keresztény nemzeti középosztályos pártnak kötelessége is szembesülni, megbeszélni róla, csak olyan szavakat használt hozzá, amiket végtelenül szerencsétlen volt hozzárendelni ehhez az ügyhöz. Tehát a szerencse, igen, itt van velünk. Tényleg ott van a szerencse, tehát amikor az ember beszél, amikor az ember kommunikál, akkor akaratlanul is van úgy milliószor, hogy valamit akarok mondani, és valami egészen más csúszik ki a számom. Most mondjuk a határon túli magyarokkal kapcsolatos kijelentést, azt nehéz ezzel védeni, de az biztos, hogy mondjuk olyan módon respektálni kell a Mikolát, hogy legalább valaki őszintén beszélt arról, hogy itt a különböző nemzeti újraegyesítési programok mellett még milyen szempontok húzódnak meg. Szerintem, ha más nem, az őszintességet mindenféleképpen dicsérni kell egy politikusnál. Kaptunk néhány SMS-t, Perniciózus írja, hogy én nagyon tudatlan vagyok, a körmözés az Bauer Ávós őrnagy nevéhez köthető, a karlapozás pedig Gergényihez, és nem pedig Mikolához. Hát a Bauer Ávós őrnagy, az idősebb Bauer, az körmöket tépett ki, a körmözés az Mikola szájából konkrétan tételesen elhangzott, hogyha jól emlékszem. De lehet, hogy az emberek már nem ismerik ezt a fogalmat. A körmözés az azt jelenti, amikor valaki mondjuk rosszul viselkedik ugye az iskolában. Tanórán, az iskolában, akkor ma nagyjából az a lehetősége a pedagógusnak, hogy kikéri az ellenőrzőjét, ír bele 3 sort, és aztán vagy jobb belátásra téríti otthon a szülő a gyereket, vagy nem. Volt ennek egy sokkal tradicionálisabb, hatékonyabb módja, amikor is azt csinálta a tanár, hogy kérte azt, hogy a körmeit mutassa felé, tegye össze az ujjait a körmökkel felfelé, és egy jó nagyot rásózott. Hát, egy jó fa, esetben egyet. Egy fa vonalzóval, hát ez a körmözés. Na igen, azt kell tudni, egy etimológiai műsorra fogunk átalakulni. Igen, de konkrétan Mikola arról beszélt, és ezt tételesen mondta, azt hiszem kb. Egy évvel ezelőtt, hogy vissza kéne hozni a körmözést az iskolába. Ja, hát a testi fenyítés vissza kell hozni az iskolába, igen, valami hát, ilyesmi. Ez volt Mikolának a felvetése. Mi még örülünk, hogy annak idején ő nem oktatási miniszter volt, hanem egészségügyi miniszter. Ez most így utólag megkönnyebbülünk. Jó, de annyi olyan beteg valaki, nem kellő alázattal viselkedik a kórházban, rendetlenkedik, kiszökik, ne adj Isten, így elmegy hosszabb időre sétálni, vagy rágyújt az infúziós üveget. Hát vagy rágyújt a parkban, tehát hogy igazából mondjuk a testi fenyítésnek alapvetően bárhol lehet funkciót találni, tehát hogy nincs a társadalmi életnek olyan szegmense, ahol néhány pofonnal ne lehetne valamilyen minőségű rendet teremteni. A kérdés, hogy megéri-e ütlegelni bárkit is azért, hogy kvázi rend legyen. Öreg Bicsuan círja, sziasztok! A jobb oldalon hamar bűnbocsánatot nyernek a volt kommunisták. Lényeg az, hogy az ő szekerüket tolja. És ebben hát egyet kell, hogy értsünk. Körmös, nem körmözés, írja az SMS író. Köszönjük a kiigazítást. Etimológiai műsor. Ó, azt írja az SMS író Maxos, hogy azt azért szögezzük le, hogy Mikolának több ész van a kisujjában, mint a mi fejünkben. Ezt szögezzük le, de ezt tényleg... szögezzük le, mielőtt még a körmünket szögeznénk le az iskolapadra, hogyha esetleg nincs annyi eszünk, mint Mikola doktornak. Ezt gyorsan szögezzük le. És hogyha még sokat pofázunk, akkor egy körmös is ki fog járni nekünk ezért. De tényleg leszögeztük, kedves Maxos, Mikolának kis ujjába. A kis ujjába. A kis ujjának a legkisebb... Kis megkörmözetlen körmében is. Több ész van, mint nekünk kettőnknek. Mint nekünk kettőnknek összesen, meg a családunknak is. Meg a hallgatóinknak is. A másik SMS író azt írja, inkább szingli horda, mint kurva ország. De senki nem mondta azt, hogy választál a kettő közül. A kettőből nem vagyok hajlandó választani, tehát erről van itt szó. Spider írja, annyira nem volt szerencsés a megfogalmazása Mikolának, hogyha emlékszel még a határon túl élő magyarokkal kapcsolatban, hogy a meghívott, és akkor ott meghivatkozott ex-külügyminiszter Martonyi doktor majdnem el is hájult akkor, amikor így mondta, hogy és most ránézek Martonyi doktorra, ex-külügyminiszter úrra, semmi baj nem lenne ebben az országban 2018-ig, hogyha megkapnák az állampolgárt. Kuzsér, én most egy valamit szeretnék kérni. Szögezzük le itt ebbe a stúdióba, hogy Martonyinak a kis ujjába
Mikulának a Mikuljának, meg Martonyinak is. Nem, a Mikulának a kisujjában sokkal több ész van, mint Martonyinak az egész nagy testében. De várjál, Martonyi egész nagy testében sokkal több ész van, mint ennek az egész kurva rádiónak az egész stábjába. Szögezzük le, most és itt. Azzal a szingli hordával, amelyik lent dolgozik az alagsorban. Főleg azzal. Na de lássuk, hogy Mikola mit tett hozzá még kicsiny közéletünk gazdagtárházához, mert hogy volt egy újabb és még újabb és még újabb megszólalása. Az illetékes ombudsman, az Emberi Jogi, illetve a Nemzetbiztonsági Bizottság segítségét is kéri Mikola István a Szientológiai Egyház állítólagos befolyása kapcsán. A képviselő hétfőn a parlamentben napi rendelőti hozzászólásában azt kérte, segítsenek kideríteni, hogy milyen köze van az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet bezárásának az egészségügyi reformhoz, illetve a Szientológiai Egyház pszichiátria ellenes törekvéseihez. Molnár Lajos egészségügyi miniszter a Szientológiai Egyházzal kapcsolatos utalásokra nem reagált, csak annyit mondott, párbeszédre van szükség a népriogatás helyett. Mikola István felszólalásában szégyenteljesnek nevezte az OPNI bezárását, amelyre szerinte utoljára 1945 és 46-ban volt példa, amikor a Vörös Hadsereg pakolta ki a pszichiátriát. A kormány most megismétli ezt a szégyenteljes időszakot, mondta Mikola István, majd elővette egy általa szientológiai lapnak nevezett újságot, amelyből több mondatot is idézett. Most van itt az idő, véget vetünk a pszichiátriai terrornak. Olyan garantált végleges támadást indítunk, ami erről nem lesz hová bújni, idézett Mikola István a lapból. Molnár Lajos saját bevallása szerint a harmadát sem értette a felszólalásnak. Azt mondta, bárhonnan is származik, az idézet zavaros volt. Elképesztő a riogatás. Önmagában az összemosás, miszerint hát azt tudjuk jól, hogy a lelki betegeknek a piacán a szientológus egyház az nagyon nagy konkurenciája a pszichiátriának. Tehát, hogy ő nekik is pontosan azokra a gyenge, sérült, pszichéjű emberekre van szükségük, akiket általában ezek a pszichiátriai intézetek gondoznak. És már úgy, ahogy. És ezért aztán ők nagyon-nagyon kemény antipszichiátriai agitációt folytatnak a közéletnek minden frontján, már ahova egyáltalán még beengedik őket, már mint a szientológusokat. Ezért aztán az emberek többségének az agyában az a fogalom, hogy antipszichiátria, az szorosan és szervesen összekapcsolódott azzal, hogy szientológia. Márpedig ez egy legnagyobb ostobaság. Mert hogy én számos olyan pszichiátert, meg pszichológust ismerek, aki gyakorolja az antipszichiátriát, ami azt jelenti, hogy például a kényszergyógykezelést, például a gyógyszeres vegyi szedukciót ellenzi, és társadalmi párbeszédet kezdeményez ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Ennek ellenére semmi köze nincsen a szientológia egyházhoz, amelyik az én véleményem szerint egy hatalmas szélhámosság. Tehát mármint a szientológia, a dianetika. Tehát ezeket a dolgokat is összemosni, és a Mikola részéről ez a gyalázatos riogatás, hogy pusztán azért, mert bezárják a neurológiai intézetet, a pszichiátriai és neurológiai intézetet, ugye az OPNIT, ezért ő most elkezdi azt lebegtetni, hogy a szientológus egyháznak, amelyiket egyébként már Németországban be is tiltották, és tényleg egy gyalázatos bagázs, ők beszivárogtak a kormányba, és a kormány döntései mögött a szientológus egyháznak az érdekei húzódnak meg, és azok, akiket most kitesznek az OPNI-ból, azokra majd lecsapnak a szientológusok, és kiszedik belőle a pénzüket, és akkor ebből majd a pénzből majd kap valamennyi százalékot Molnár Lajos, mondjuk 20%-át annak a pénznek, amit ezekből az emberekből kicsalnak, azt majd Molnár Lajosnak a zsebébe így borítékban berakják. Hát erről beszél. Szerintem annyira nem durva különben ez a Mikola-féle kijelentés. Most van egy újság a kezébe, amiről úgy tudja, úgy gondolja, hogy az egy szientológus lap. Most lehet, hogy ki fog derülni, hogy a legnagyobb marhaság volt, de fogadjuk el, hiszen ezt nem tudjuk cáfolni. Amiben megjelenik egy olyan vezércikk, ami azt mondja, hogy most mérünk végső csapást a magyar pszichiátriára, és azt mondja, hogy tessék, vizsgáljuk ki, hogy mi van e mögött, az újságcikk mögött. Azt gondolom különben, hogy a parlamentben a felszólalásoknak a 60-70%-a az kevesebb érdemi tényt tartalmaz, mint mondjuk ez a felszólalás. Ez sem tartalmaz sokat. Valószínűleg egy normális demokráciában az ilyen típusú ügyek azért nem kerülnének erre a legfelsőbb plénumra ilyen állapotukban, de hát Magyarország az, hát hogy mondjam, még csak gyermeklépéseket vagy első lépéseket teszi azzá a felnőtté válás folyamán, amíg rendes, kiforrott, érett demokrácia lesz. Különben a szientológusokkal kapcsolatban
Az az érdekes, hogy amellett mondjuk hogy egy elég sötét szekta, tehát hogy ugye nagyon sötét téziseik vannak, mert... Sötét inkább nevetséges. Sötétnek nevezni azt, mert valami baromságot. Én ismerem. Mondd már a teremtős történetet. Az a lényeg, hogy a teremtés történetet azután, hogy belépsz a szektába, valami éveken keresztül meg sem tudhatod. Tehát nem tudhatod meg, mert hogyha azonnal lelepleznék, még agyadnál vagy, érted, és csak most léptél be, röhögve fordulnál ki az első adódó alkalommal az ajtójukon. Tehát, hogy így nagyon-nagyon sokáig így adagolják neked a sok hülyeséget, és valami éveken keresztül, és csak valami 3 év után tudod meg a teremtés történetet, amikorra meg már gyakorlatilag leépítették veled az összes emberi kapcsolatodat. Tehát, hogy ha neked van egy feleséged, ha neked van egy anyád, vagy egy gyereked, vagy egy testvéred, de akkor te nem tudod a teremtős történetet? Ne tudom, mindjárt elmesélem, nyugi. Akkor két lehetőséged van. Ne, csak nyugi. Ne olyan izgatottan. Megfogod, nem kell 3 évet várnod rá. Két lehetőséged van. Vagy az illető rokonodat is behozod a szientológia egyházba, vagy megszakítod vele a kapcsolatot. Mert ő, na jó, azért jó. Rohadtul nem, de mindegy, hát hogy ez most megint egy olyan primitív általánosítás volt. A szekták, azért nevezik szektának, mert általában a szektáknak különben ez a működési mechanizmusa. A szientológia annyiba különbözik, hogy egy másodpercre sem szígyelli a maga biznisz egyház mi volt. Iszonyatos pénzeket kell kifizetned azért, hogy előrébb és előrébb lépj, és megtudjál újabb és újabb ilyen nagyon gagyi science fiction sztorikat, olyanokat, amiket egyébként egy ilyen leértékelésen megkapsz, ilyen nem tudom én, ilyen, tudod, vannak ezek a sci-fi füzetek, tudod? Ilyen, IPM. Igen, például IPM füzeteket, itt én megkapsz 10 forintért, vagy 20 forintért egy ilyen ötös köteget, mondjuk 1986-os kiadást, abból megtudhatod azt, amiért amúgy milliókat kell kifizetned, de legalábbis 100 000-eket kell kifizetned, hogy a szientológus egyház beolvasson, de hát azok ugye egyházi tanok. Na most a teremtés történet az valahogy úgy néz ki, hogy van ugye Xenu, aki egy ilyen hatalmas nagy gigászi nagy űrlény, egy ilyen ilyen UFO-szerű space lord. Egy ilyen nagy úr, úgy kell elképzelni, mint űrnagyúr. Űrnagyúr, úgy kell elképzelni, mint Darth Vadert. És ő rendezett egy nagy gigantikus holokausztot, egy űrholokausztot. Összegyűjtötte az összes különböző lényeket az általa ismert civilizációból, vagy legalábbis bizonyos alapon szelektálva, és ezeket a lényeket, ezeket lekötözte különböző elhozta a földre, ami akkor ahol akkor még emberek nem igazán éltek, és lekötözte őket tűzhányók köré. És a tűzhányókba abba neutronbombákat dobott, vagy hidrogénbombákat dobott, és ezek felrobbantak, és akkor ezek az emberek meghaltak. És ezeknek az embereknek a lelkei, azok kiszálltak a stratoszférába, és hagyták volna el a földet, de ezeket ilyen nagy űrlélek fogókkal befogta ezeket a lelkeket, és ezeket a lelkeket egy ilyen 3D-s moziba bezárta, ahol filmeket nézetett velük, és ezek a lelkek azok, amelyeket rászabadított a földön élő emberekre, és ezek a lelkek tartják fogságban a te belső természetedet, és ezektől nem tudsz kiteljesedni. Úgyhogy ezektől a kis vérszívóktól, ezektől a kis lélekparazitáktól kell neked megszabadulnod, és akkor Ron Hubbard szerint ez az útja a te lelki, szellemi kiteljesedésednek. Na valami ilyesmi a végső az amerikai filmművészet parazitája, Tom Cruise is tagja a szektának. Az érdekes, hogy például Németországban pont azért tiltották be a szientológus egyházat, mert hát ugye az... Amiatt is már sokan támadták, hogy egyház lehet-e, vagy nem lehet-e egyház, mert sokan azt mondják, hogy működhet a szientológia, csak ne nevezze magát egyháznak, mert ugye ezzel mindenfajta adókedvezményekre, támogatásokra, stb. Jogosult, hanem mondja azt, hogy egy üzleti vállalkozás, amelyik ilyen valóságsószerű élményeket nyújt azoknak, akik szerződést kötnek vele. Viszont Németországban azért tiltották be, mert bizonyítékot találtak arra, hogy a szientológusok azok nagy erőkkel nyomultak arra, hogy az állami szférába pozíciókat szerezzenek, tehát hogy így konkrétan folyamatosan megkörnyékeztek különböző magasrangú bírókat és egyéb állami tisztviselőket, és azért nagyon veszélyes a szientológia, mert azt mondják a rossz nyelvek, hogy úgy kötik magukhoz az embereket, hogy ezek alatt, amikor te kifizetsz nekik sok 100 000 forintot, hogy meghalld a sci-fi történeteket, eközben ők mindenfajta tesztet iratnak veled. És ezek a tesztek szolgálnak elvileg arra, hogy ők megállapítsák, hogy te mennyire vagy már szabad, független, stb. Szellem. És ezeknek a teszteknek a kapcsán olyan mennyiségű információ, bizalmas adat jut tudomásukra egy emberről, hogy
hogy bárki elképesztően zsarolhatóvá és végtelenül kiszolgáltatottá válik az egyház vagy a szekta vezetői számára. Hát olyan szeánszokat tartanak, ahol többen körülvesznek téged, és így kiszedik belőled a legrejtettebb, legféltettebb, leggátoltabb titkaidat is, amiket így próbáltál akár magadba lefolytani, amit elhatároztál, hogy nem mondod el, tehát teljesen mesztelenre vetköztetnek lelkileg és szellemileg. Pont ez a lényeg, és ezután már teljesen, tehát gyakorlatilag az ő kezükben lesz a te életednek gyakorlatilag minden kulcsa, mivel téged egyrészt manipulálni, másrészt adott esetben zsarolni is tudnak. Ja, tehát én igazából nem tudom, hogy most a szientológiával riogatni, valószínűleg különben most, most azok a tények... Azért, mert bezárják a pszichiátriai és neurológiai intézetet, ezért... És van egy ilyen írás, de most önmagában nem, hát van egy írásos dokumentum a kezébe, amit elkezdett lobogtatni, nagy kérdés, hogy az a dokumentum tényleg micsoda, azért nagyon reméljük, hogy különösen Magyarországon, tehát hogy nem régóta működik ez az egyház Magyarországon, nem gondolom azt, hogy neki olyan társadalmi ami beágyazottsága lenne már, hogy kormányzati döntéseket képes manipulálni. Nem gondolom, hogy ez egy tartalmasabb megjegyzés, mint mondjuk a 23 millió románnal való riogatás, de a magyar politikai vagy az vagy az 1 millió kínaival, de hát a magyar kultúrában ezeknek, vagy politikai kultúrában elnézést kérdezted Arany Jánostól. Majdnem összemostad a magyar kultúrát. József Attilától, Adi Endrétől, I.S. Gyulától. Szóval ebbe beleilleszkedik jól. De nem ebbe a sorban, amit én soroltam. Nem az imént említett. Hanem abban a sorban, hogy Orbán Viktor, Gyurcsány Ferenc, Hortyán József, Horn Gyula, Csurka István, Gélagy Németh Ágnes, de ebbe a sorba illeszkedik. Szóval, az érdekes, hogy... Petrosovics Anna. Tudod, a legjelentéktelebbet is mondtad már. Meg tudod-e mondani, hogy vajon ki volt ez a Ron Hubbard, mielőtt ő vallást hozott létre, mielőtt megalapította ezt a vallást? Sci-fi könyvíró volt. Science fiction író volt. De abból nem is különösebben sikeres. Hát nem igazán, mert hogy ez a sztori például, amit ezzel a Xenúval kitalált, tehát ez is annyira gagyi. Tehát ennél Lovecraft például szerintem sokkal jobbakat ír. De most mondhatnám példaként a... Jó, bármit lehet példaként mondani, hát most gondoljunk bele, hogyha a Ron Hubbard ezzel a sztorival egy ilyen és tényleg nagy vallásot felépíteni, most hogyha a Matrixnak a film producere meglátja a Kraftot ebbe a sztoriba, és azt mondja, hogy nem filmet forgatok belőle, hanem csinálok egy fasz a kis egyházat a Matrixból, és hogy törjünk ki együtt, majd jön Neo, hát szerintem lényegesen nagyobb üzleti sikerre számíthatott volna, mint a film forgalmazással, vagy mint amit a Hubbardék csinálnak ezzel a kis szientológus egyházukkal. Hát a Hubbard még amikor science fiction író volt, akkor is mondta, hogy ne céget alapíts, egyházat alapíts, sokkal nagyobb pénz. Sokkal nagyobb adózás, persze, hát az adózás miatt. Egyrészt, másrészt meg azt arról vajon tudsz-e, hogy a szientológus egyháznak van egy börtönhajója, ami folyamatosan semleges vizeken hajózik, tehát gyakorlatilag egyik államnak a területén sincsen, és azok, akik ki akartak törni ebből az egyházból, vagy nem tartották be az egyház által meghatározott szabályokat, nem igazodtak az egyház eszkatológiájához, vagy liturgiájához, és leginkább el akarták mondani a sok gengszterizmust, amit elkövettek az ő rovásukra, ezeket az embereket ott tartják. És erre, és... Jó, de most legyünk őszinték, most mit kérünk számon a szientológián, amikor ez egy 30-40 éves vallás, a katolicizmus, amikor 300 éves volt, akkor konkrétan embereket égetett meg azért, mert azt mondta, 300 éves, milyen hülyeségeket beszélek én. Később aztán szentélyavatta őket. 1600 éves volt, amikor embereket azért megégetett, mert azt mondták, hogy mozog a föld. Tehát igazából hát egy fiatal vallás, ugye ezt elmondják különben a mohamedánokra is, hogy hát még érniük kell. Azt írja az SMS író, hogy Berlinben másfél hónapja avatták fel a helyi szientológia egyházat. Mi van betiltva? Én tényleg úgy tudtam, hogy Németországban. Én is úgy tudom, hogy be van tiltva. De lehet, hogy most már nincsen. A szientológia egyház alapjain keresztül oktatják a multikat, írja Goffancs. Te elhiszed ezt?
bizonyos multik lehet, hogy átvették ezt, de hát... De azt hiszem, a szientológiai egyház vette át a különböző direct marketing, meg direkt meggyőzése eszközrendszerét, tehát a multinacionális... Tehát jó, a szientológiai egyház az tényleg nem olyan, mint a katolikus egyház, amelyik fenntartja a nagy templomot, benne a katolikus pappal is, bármikor bemehetsz hozzá, meggyónhatsz, és oda mehetsz, hogyha valami gondod, bajod, stb. Van, egy menedéket ad neked. Ők nem így gondolkodnak, ők úgy gondolkodnak, hogy van egy áru, ugye ez a remény, a hit, a megvilágosodás, ezt az árut viszont el kell adni. Nem szabad megvárni, amíg bekopogtatnak az embernek a pici kicsi bódéjába, hanem oda kell vinni konkrétan az emberekhez, és rájuk kell erőltetni. Zsela megírta nekünk, hogy mi a neve a hajónak, a börtönhajónak, a szientológusok börtönhajójának. Free Wind. Szabad szél. Ez a neve a szientológus börtönhajónak. De tényleg, ez maga az új beszélszótár, nem? Amikor a 1984-ben szeretett minisztériumnak hívják azt a minisztériumot, ahol a 101-es szoba van, és a patkányos ketrecet az arcodra kötözik. Mi van, ha igaz, amit állít? Már mint a Xenu sztori, kérdezi az SMS író. Ebbe belegondolni sem merek. Akkor nagy szarban vagyunk. Akkor mindegy. Az EU államtitkárnő, ha jól tudom, tagja ennek a szektának, írja az SMS író. Hát én azt tudom, hogy te emlékszel, hogy ki volt az, aki annak idején a Liptai Klaudiával együtt pojátszáskodott? Nem. A Friderikus Show-ban, annak idején a Meglepően Nyomorúságos című Friderikus produkcióban, ő volt az árriporter. Emlékszel erre a figurára? Sajtán. Beleznai Endre. Igen. Szientológus. De például Tom Cruise is szientológus, meg John Travolta is szientológus egyébként. Ezek mind milliárdosok. Én melóztam egy üzleti tanácsadó cégnél, írja az SMS író, ahol a multikat oktatták, tele van velük a gazdaság. Ti ketten kurva okosak vagytok, írja Janó. Miért nem mentek a női elsődleges nemi szervbe, ezt kérdezi. Hát van rá szándékunk, de kizárólag műsoridő után. Műsorban soha. Műsorban nem mennénk el ilyen helyen. Semmi pénzért. De pont azért, mert komolyan vesszük a munkánkat. Jaj, az SMS író azt írja, hogy konkurenciát látnak a szientológusok a pszichiátriában, és ezért záratják be a Dili házat. De rakott egy smiley-t, úgyhogy elég nehezen értek ebből. Belezna Jendre írja az SMS író, hát igen, ő és senki más. A szektának van tréningje a cégvezetéstől a házasságkötésen keresztül az űrutazásig mindenre. Hehe, írja Bubba. A szientológia tanítások és hitek rendszere, melyet eredetileg modern filozófiaként 1952-ben alapított L. Ron Hubbard, és 1953-tól kezdve fokozatos átalakulásokon ment keresztül egy gyakorlati vallás irányába. Kritikusai szerint az egyház egyben üzleti szervezet is, bár alapos vizsgálatokat követően mindig az ellenkezője került hitert érdemlően bizonyításra. A szientológia hívei különösen nagy tisztelettel beszélnek Buddháról és a buddhizmusról. Ugyanakkor elismerik más vallások eredményeit is. Nem követelik meg tagjaiktól, hogy az Istenre vonatkozó hitüket megváltoztassák, hogy nem vetnek részt más egyház Isten tiszteletein, ott ne vegyenek fel szentségeket. A valóságban azonban a tagjaikat erővel elszigetelik, elszakítják családjuktól, ha az nem ért egyet tanaikkal. A szientológia elvei szerint az ember alapvetően jó. Az ember alapjában véve egy szellemi lény, akinek van elméje és van teste. Az ember, mint szellemi lény életről életre szerzi tapasztalatait. A vallás hívei megtapasztalják, hogy korábbi életek eseményei az egyén számára elérhetőek és feltárhatóak, tudatosíthatóak. Az egyház felépítése hierarchikus. A szientológia egyik legfontosabb alapelve az igaz, ami számodra igaz. Ez a személyes integritás alapja, tehát minden saját adataid alapján neked kell kiértékelned, és ne függj mások véleményétől. Egy elmebaj, bűnözők és háború nélküli civilizáció, ahol a rátermett emberek eredményesek lehetnek, a tisztességes lények jogai megadatnak, és ahol az ember szabadon szárnyalhat egyre magasabbra. Ezek a szientológia céljai. A szientológia szerint senki nem képes felszabadítani magát szellemileg mások felszabadulásának segítése nélkül, ezért sok társadalom jobbító szervezetet alapítottak. Vannak ilyen szervezeteik a kábítószerfüggőség, a bűnözés, az emberi jogok, a vallásszabadság, az oktatás és erkölcsi nevelés javítására. A szientológia nem foglalkozik sem a test egészének, sem egyetlen szervének, így az agynak sem a gyógyításával, és annak kóros állapotainak kezelésével, mivel a test gyógyítása kizárólag orvosi kérdés,
A szientológia az emberi lélekkel foglalkozik. Mindenkinek ajánlom, aki többet tudna, szeretne erről a témáról tudni, a rémálom.blog.hu-t, tehát rémálom.blog.hu, amely a Szientológia Egyház áldozatainak a blogja. De engem most meggyőztek, ez nagyon szimpatikus program volt különben, amit mondtak. És Xenu? Egy jó Xenu? Jó, nem zavar be a képbe? Jó, Xenu. Jó. Szenvedsz ezektől a lelkektől, most már azért érzed is, nem, hogy így rácsimpaszkodtak, és így húznak le a Xenu által megöltek lelkei. Jó, de lehet, hogy egy idő után eljutsz egy olyan beavatottsági szintre, ahol már nincsen Xenu sem. Tehát lehet, hogy esélyt kéne adni. Hát nagyon toleráns, nagyon nyitott vallás. Most csak abból, amiket itt Kata felolvasott. Teljesen egyetértek veletek, írja az SMS író. Az a baj, hogy a sok pihent agyú, hogy sok a pihent agyú, és bedől minden baromságnak, puszi, smiley. Kóka nem szientológus? Kérdezi az SMS író. Nem tartozik valamelyik szektához? Amúgy beleillik a teremtés elméletekbe. Unalmas a Pinokkió, Miki Egér meg a Holle anyó figura, írja se füle, se farka. Úgyhogy úgy gondolja, hogy Xenu lehetne a legújabb generációja a gyerekek hűítésének. A hajó nem börtönhajó, írja Frigó, hanem milliós vállalkozás, és azok mennek oda súlyos pénzekért, akik még többet akarnak megtudni a sztoriról. Létezik szientológia az üzleti életben is. WISE a szervezet rövidítése, keményen benne vannak a dolgokban. Nem tudom, hogy ez mit jelent. Minden esetre most már nagyjából annyit kiolvasunk ezekből az SMS-ekből, hogy nem fogjuk a továbbiakban nagyon gyalázni a szientológiát. Cáfolja a Szientológiai Egyház egyik képviselője, Mikola István, fideszes politikus állítását, hogy közük lenne az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet bezáratásához. Lenkei Gábor szientológus orvos a Független Hírügynökségnek elmondta, az egyház még nem olyan erős, hogy ezt elérje. Lenkei Gábor megfogalmazása szerint sajnos nem tudnak még ekkora hatást kiváltani. A szientológus orvos közölte, örülne, ha Mikola István bizonyítékot tudná mutatni állításaira, hiszen az dicsőség lenne az egyháznak. A nyilatkozó szientológus orvos elmondta, hogy a fideszes szakpolitikus által a parlamentben bemutatott idézetek, amelyek egy szientológiai labban jelentek meg, tükrözik a véleményüket, hiszen abban arról van szó, hogy véget kell vetni a pszichiátriai terrornak. Lenkei Gábor hangsúlyozta, hogy a szientológia szerint a pszichiátriára szükség van, de a mai brutális formájára nem. Ők a pszichiátrián belül a brutalitás és a terror ellen küzdenek. Nézd, az én véleményem szerint Molnár Lajos egy brutális támadás a magyar társadalom ellen, és ugyanakkor az én véleményem szerint a Szientológiai Egyház szintén egy brutális társadalom ellenes támadás. De ez nem jelenti azt, hogy ez a két támadás ez össze van hangolva, vagy bármi köze lehet egymáshoz. Tehát azért, amikor azt látom, hogy az egyik oldalról kalapáccsal ütik a fejemet, a másik oldalról meg lézerágyúval lőnek, akkor azt gondolom, hogy ez mind a kettő az nagyon ellenem irányul, de az eszközök meg a engem ért hatásoknak a roppant mértékű különbözősége az engem arra vezet rá, hogy ez nem egy összehangolt támadás, ha érthető. Nem tudom, én most különben elgondolkodtam azon, amit mondott ez a szientológus, mert végül is van logika abba, tehát egy társadalmi szervezet, egy egyház, az miért ne lobbizhatna a maga különböző célkitűzéseiért? Tehát amikor azt állítja Mikola, hogy bárki mondjuk azt mondaná, hogy ezért a bélyeggyűjtők szakszervezete vagy egyesülete lobbizott ezért a döntésért, hogy utána megkapják ők a házat, vagy bármilyen oknál fogva, mert ők nem értenek egyet a pszichiátriával. Ezzel szerintem semmi más nem mondott el, mint leírta azt, hogy a demokrácia hogy működik. A demokráciában vannak társadalmi csoportok, társadalmi önszerveződések, így például egyházak is, amíg jogszabályszerűen működnek, addig egész nyugodtan lobbizhatnak például egy ilyen döntésért. Tehát, hogy ezt a döntés, a lobbizásnak a lehetőségét a szientológiától nem lehet elvitatni. És nem gondolom, hogy ez helyes lenne, hogyha azt mondanánk, hogy na már pedig mondjuk a szientológiai egyház nem ügyködhet egy ilyen ügyön, mert hogyha valami jogszabályszerűen, alkotmányszerűen működik Magyarországon, betartja a törvényeket, és bármi is legyen az embernek a véleménye,
arról, amit ők gondolnak úgy általában a világról. Jugaik pontosan ugyanannyi van nekik, mint mondjuk annak az embernek, akinek én tiszteletben tartom a véleményét, és nem csak tiszteletben tartok, de felnézek a véleményére. Ez biztos, hogy így van, de én azt szeretném, hogyha ezek a lobby tevékenységek ezek nyilvánosan zajlanának. Tehát tudhassuk, tudja eldönteni a tisztelt választópolgár, hogy akire ő szavaz, az a Szientológia Egyháznak a programját fogja végrehajtani, és nem az ő programját, amit meghirdetett a választások előtt a kampányban, ugye? Tehát ezt azért... De semmilyen lobby tevékenység igazából nem nyilvános, meg ezeknek hát a ez természete, az... hogy nem feltétlenül hát ez tud az... nyilvános na lenni. Hát ez az, innentől kezdve meg már hadd legyenek aggályaim a dologgal kapcsolatban. Halló, halló! Halló, sziasztok! Hello, hello. Kursál vagyok. Na, nekem egy dolog tűnt föl, már nem csak nálatok előtte is ebben a szientológiai nyilatkozatban. A még szócska, mi az, hogy még nincs elég hatalmuk? Ezek szerint ekkora hatalomra törnek? Hát, de én erre utaltam, hogy elvileg hát egy egyház az világos, hogy arra szerveződik, hogy minél nagyobb társadalmi hatás, minél nagyobb társadalmi tömeget tudjon maga mögé berakni. Hát ugyanerre törekszik a katolikus egyház, a református egyház, tehát ugye ez egy egyház részéről tök természetes. Itt igazából tényleg az a baj, hogy nem tudjuk, hogy ez a szientológia, ez vajon egyház vagy biznisz. Hát azért leginkább biznisznek néz ki a dolog. Miért is ezeket le lehet választani egymásról? Tehát például a római katolikus egyház esetében ez egy annyira... Ott is megvolt a maga biznisz. Hát ez az, annó, hát ugye... ez az. Tehát menjünk el Vatikánba és nézzük meg. Ja. És a többi. Tehát ott is megvolt a biznisz. Mondjuk igen, végül is azok is ugyanerre törekednek, vagy kevésbé nyíltan. Hát lehet, hogy sokkal nyíltabban, csak sokkal régebben, ezért aztán ez egy sokkal tradicionálisabb dolog, és minden, ami régi, az természetszerűen legitimebbnek tűnik, mint ami új és friss. De a Szientológia Egyházzal nem ez a baj, hogy társadalmi befolyást akar, hanem amilyen eszközökkel. Tehát amilyen eszközökkel szakítja ki az embereket a közösségükből, a családjukból, amilyen eszközökkel zsarolja, vagy teszi őket zsarolhatóvá, amilyen eszközökkel őket gyakorlatilag elszigeteli, agyát kimossa, fizetését zsebrevágja. Tehát itt a szientológus egyházzal nem az a probléma, hogy ő lobbizik bizonyos célok érdekében. Hogyha ők úgy gondolják, hogy a pszichiátria az nem egy jó módszer, akkor vessék be az ő lehetőségeiket, és hát hogy ez az ő, tehát ez tényleg ez az ő dolguk, és ez nekik joguk van. Nekem nem ez a bajom a szientológus egyházzal. Tehát én is egyébként fenntartásokkal, komoly fenntartásokkal viseltetem a pszichiátriával kapcsolatban, a kényszergyógykezeléssel kapcsolatban, vagy a gyógyszerezéssel, önmagában azzal kapcsolatban, hogy amíg embereket... Hát ez igazából csak a problémák elfedése, tehát ezzel szerintem nagyban egyet tudunk érteni, igen, hogy ezzel csak a problémákat elfedik és nem oldják meg, mint ahogy véleményem szerint az egész nyugati orvoslással ez a probléma, hogy a betegséget kezeli és sohasem a beteget, és így a beteg sohasem fog meggyógyulni, de nekem akkor is a szientológiával erős fenntartásaim vannak. Ebben mi osztozunk. Köszönjük jó, szépen. Köszönjük szépen. Hello. Van egy pár SMS-ünk. A szientológiának vannak pozitív oldalai és kezdeményezései, de alapvetően biznisz, írja Frigó. A gyengékkel elhitetik, hogy alfahímek és alfanőstények lehetnek. Megidéznek nekünk egy honlapot, miszerint www.drlenkei.hu. Egy másik honlapot, amely a szabadságjogok betartásáért és betartatásáért szerveződik, ez a www.cchr.hu. Ez kifejezetten a kényszergyógykezelésekkel foglalkozik, és azt állítja az SMS író, hogy lehetséges, hogy ez is emögött is a szientológus egyház áll. Sziasztok, lehet, hogy kevés a hely a hajón, ezért kell nekik. Ezt a cinikus maffia bandát miért nem számolják fel az államok, kérdezi öreg Bics Suhanc. Azért, mert joguk van szervezkedni, mert vannak bizonyos szabadságjogok, és ezekkel nem csak élni, de sok esetben visszaélni is lehet. És ha azokkal leszámolnának, akik visszaélnek ezekkel, és ennek nem lennének meg a korrekt törvényi alapjai, akkor onnantól kezdve már mi sem lehetnénk biztonságban, meg az összes többi civil szerveződés vagy egyház sem, gyülekezet sem lehetne biztonságban. Jól mondom, vagy rosszul mondom?
Hát jó, az is biztos, hogy a szientológia az tényleg egy ilyen szitokszóvá nemesedett az elmúlt években, és hogy ennek való, jó, mert amiket hallunk, ezek tényleg ilyen megmosolyogtató hülyességek, ugye kvázi, mint teremtéstörténet, meg hitvilág, másrészt ilyen borzalmas, horrorisztikus sztorik, amik... De amikor azoktól hallod, akik ott voltak, és kimenekültek onnan... Konkrétan senkivel nem beszéltem, aki kimenekült volna Én olvastam erről, tehát valaki nem a börtönhajóról. De én annyi hazugságot olvastam már, tehát ezek is, hát a fene tudja, nehéz ezekbe igazságot tenni, az biztos. Hát bízni kell abban, hogy mondjuk azért a rendőrség meg a titkosszolgálatok azért éberen őrködnek. Na ilyenkor a rendpártiságnak helye van, éberen őrködnek fölöttünk. Te fejedben helye van. Szerintem Ron bácsi sok jó dolgot talált ki, ezt részben tapasztaltam is, de sajnos a szientológia egyházat is emberek üzemeltetik. Mintha Ron bácsi nem ember lett volna. Milyen ez van? Milyen ez a kép, amit itt felvett nekünk az SMS író? Tehát ugye Jézus ugye megalapította az egyházat, de hát emberekre bízta. Hát nem csoda, hogy ez vált abból is. Szeretlek és hallgatlak titeket, de nincs igazatok, írja J. Olvastátok a Vér András könyvét, minek a második része már nem is jelenhetett meg? Minden tagjukat zsarolják. Mármint a szientológusok, de hát én pont erről beszéltem. Pont ezt próbáltam ismertetni, az ezzel kapcsolatos tudásomat, vagy az én általam megtudott ezzel kapcsolatos részleteket. Hát, jó, lehet, hát hogy veled nem ért egyet, vagy nem tudom. Sok fémsztorit ismerünk a szientológusokról, és nagyon kevés pozitívat. Van börtönhajó. Olvastam, írja az SMS író. Onnan szökött magyarok beszámolójából tudok róla, fegyverrel őrzik és ingyen dolgoztatják az embereket. Németországban külön már nem tölthet be állami tisztséget szientológus. Azt hiszem, azt írja, azt akarja írni, hogy különben már nem tölthet be. Azon gondolkodtatok már, hogy a szientológia egy modern szabadkőművesség? Na jó, most mindenkinek elindul az agya, és mindenki elkezd összeesküvés elméleteket kreálni. Igen, mondjuk ezért van felelőssége különben, amikor állnak alapvetően, amikor ilyen Pandora szelencéket nyitogat ki, mert alapvetően ugye ettől nem fog megváltozni semmi, hogy ő elmondta ezt a felszólását a parlamentbe, ettől a kormány be fogja zárni azt a bizonyos intézményt, a vizsgálat, ami el fog indulni, 99,9% hogy eredménytelenül fog végződni, viszont egy csomó emberben megmarad az, hogy na, szervezkednek a szientológusok, hát erről már a parlamentben is volt szó, biztos, hogy igaz, és akkor az embereknek tényleg egy idő után így tele lesz az agya, és a feje ilyen különböző ordas, meg kevésbé ordas, és hülyébb, és kevésbé hülyébb összeesküvés elméletekkel. Írja, hogy gazdasági, politikai ambíciók sötét, zárt közösségekben elkövetett cselekmények a társadalom ellen. Valláskutatással foglalkozom, írja Frigó, egy ideje. A szientológusokkal is közelről megismerkedtem. Az a fő baj, hogy az emberek többsége azt hiszi, hogy egyedül nem boldogul, és ezért úristen, ezért indoktrinálható. Soha nem hallottam. Én sem hallottam még, de biztos létezik, Frigó írja. Indoktrinálható vegetatív lényé válik valamelyik egyház, vagy akár párt hatására. A szientológiai tréningekre hatalmas pénzeket adnak ki a vállalkozó tagok az egyháznak. Ez adómentes bevétel, utána risztölnek, mindketten jól járnak. Ez így megy, írja Timur. Hello, a szientológia kétélű fegyver. A szervezet öncélú, de a tudásuk nagy része működőképes. És persze, nem a mesére gondolok. Na jó, de hogyha ez egy annyira korrekt tudás, akkor mi értelme van, vagy mi szándék lehet kitalálni hozzá ilyen nagyon-nagyon gagyi szifi történeteket, de tényleg ilyen nagyon-nagyon gáz szifi történeteket. Sziasztok! Meggyőződésem, hogy a különböző vallásokra rátelepedett egyházak okozták a legtöbb szenvedést az emberiségnek. Köztük ez is. A sámánizmustól minden vallás az állati szelekció folytatása szellemi szinten. Az evolúció nem állt meg, írja Eszkimó, te jó Isten. Micsoda? Az állati szelekció folytatása a sámánizmustól minden vallás. A hídgyűlisek nem ugyanilyenek? Kérdezi Árpi. De a hídgyűlisek azok annyira szolidak lettek, hát komolyan. Én szoktam nézni nem csak a 700-as klubot az ATV-n, de a Vidám vasárnapot is, mert tényleg felüdítő zenei élmény tud lenni nagyon sokszor Friderikával, meg többek között azt hiszem, hogy képzeld el Paci, az Ergónak a volt dobosa, azt hiszem, hogy ő dobol, és kifejezetten jó zenei alapokon
modern zenei alapokon vallásos költemények, és már nincsen semmi extázis, tehát, hogy az, amit régen így lehetett látni fényképekről, hogy Hak Péter fetreng a padlón, hát semmilyen. Hát nagyon-nagyon-nagyon szolidak a srácok, így van ugrálás, meg hát így valamennyit így mozognak, de a szent lelket, hát legalábbis a tévékamerák előtt azt nem költöztetik, vagy legalább... De költöztetik, már csak sokkal jobban bírják a szent lelket, hát eddig a szent lélek úgy szétcsapta őket, olyan flashük volt, hogy estek keltek, de most már így valahogy... Mert én azért, jó, azért még nem állítom azt, hogy én minden egyes adást nézek, és minden egyes látok. Nincsen abszolút semmi? Nincs. Hát nem jár a szent lélek. Hát vagy szent lélek light az, amit mostanában magukhoz vesznek, vagy pedig ők azok, akik most már immunisak, vagy hát lehet, hogy ez már egy olyan szintű addikció, tudod, mint a heroinnál, hogy egy idő után már nem ütsz szét annyira, már csak megkapod az adagodat, és kösz, jól vagy. Érted? Na jó, így kapod a szent lelked, és akkor már nem ütsz szét annyira, hanem már így sokkal jobban tudod kezelni ezt a dolgot. Drogokra asszociálsz, hát miért nem arra asszociálsz, hogy a szent lélek az próbál így beköltözni? Az orgazmusra asszociálják, vagy mire? Nem. Hát de most nem. Mire asszociálják? Most akarom elmondani, hogy mire asszociálj. A szent lélek be akar költözni, a test az berzenkedik, idegenkedik, megpróbálja kivetni, ekkor vannak a rángások, és egy idő után a lélek és a test egységbe for Németh Sándor ölelő karjai közepette. De azt mondod, hogy ilyenkor, amikor dobálják magukat, ilyenkor a benned lévő rosszabbik én, az küzd ez ellen? Mert azt mondják, hogy ilyenkor, amikor a földre veted magadat, ők azt mesélik, hogy az nagyon király. Tehát, hogy ez nem egy ilyen küzdelem, egy ilyen szenvedés. Tehát nem azért csinálják. Hát sokfajta egyesülés van, ami jó, például, amikor az ember a barátnőjével egyesül, szerelmesülelésben, az kifejezetten jó, és az is egyfajta egyesülés, és ott is van rángatózás, tehát hogy szerintem simán megtörténhet. Emma, aki fideszes, írja nekünk, utálom Mikolát, most már kezdi megint megbuktatni a Fideszt, duguljon már el. Nem mondom, hogy minősíti Mikolát. Tehát, hogy így a fideszes... De miért írja oda azt, hogy aki fideszes? De ő írta oda, ugye? Nem ő írta oda, de hát könyörgöm, ha azt írja, hogy már megint kezdi megbuktatni a Fideszt, duguljon már el! Ja, ezt te mondod. Ezt én mondom, de hát mire következtetsz ebből az SMS-ből? Hogy utálom Mikolát, most már kezdi megint megbuktatni a Fidesz, duguljon már el. Mire következtetsz? Nem arra, hogy fideszes a hallgató? Érted? Tehát nyilvánvaló, hogy azon bosszak... Sok mindenre lehet következtetni. Lehet, hogy csak nagyon utálja az MSZP-t. Kaptam egy nagyon kedves SMS-t. Robi, hol fogsz lakni a bezárás után? A Mikola a szobádat védi, írja Bújkó. Tízléses vicc volt. Szerintem lépjünk tovább. Még azt írják nekünk, hogy menj csak el a Gyülibe nyugodtan, megéri, mert beszarás. A második lényeges résznél van minden, fetrengés, gonoszűzés, stb. Mind Gyurcsány Feriéknél karácsonykor. Itt már nincsen kamera, írja Zsó. Tehát ne higgyél a tévéfelvételnek, menjél el személyesen, és akkor látni fogod a földön fetrengést is. Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a magyar közélet mocsarában. Már a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaink sosem pihennek, és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show, mint minden hétköznap este fél attól folytatódik.